Legutóbbi híradónkban már beszámoltunk arról, hogy az önkormányzat pályázati forrásból felújítja Nagydorogon az orvosi rendelő épületét. A külső-belső felújítás kivitelezési munkálatai a tervek szerint október végére befejeződnek, mondta Kovács György polgármester. Tudjuk tartani a tervet. Október végére, mire a pályázat elszámolásra kerül, addig minden munkafolyamattal végezni fogunk. A fűtés korszerűsítése, radiátor cserék már megtörténtek. Hétfőn fogjuk kiválasztani a burkolanyag színét, hogy milyen lapozás, milyen csempézés fog történni. Villanyszerelő felmérte már a munkálatokat, hogy milyen vezetékeket, mit kell cserélnie, de úgy folyamatában mennek a munkák, jól haladunk. A kinti akadálymentes lampának az alapjai már készen vannak, be van betonozva, kezdődik majd a zsaluzás, és ahhoz is kiválasztásra kerül, hogy lapozás, milyen lap lesz rajta. De alapból jól állunk, egyelőre úgy néz ki, hogy tudjuk tartani az időt. Az orvosi rendelő felújítása már nagyon időszerű volt, és a munkák befejezése után egy komfortosabb, szebb rendelőben fogadhatják majd a betegeket községünk házi orvosai. Nem ennyire jelentős és nagy horderejű, de a maga nemében ugyancsak fontos, hogy megújult néhány utcanévtábla Nagydorogon, valamint a temetőköz is útbaigazító táblák kerültek kihelyezésre. Több éves elmaradás ez is. Mikor megtörténtek, azt hiszem 2 éve az utcanév változások, vagy már lehet, hogy 3, akkor az előző testületnek ezt meg kellett volna oldani, hogy az utcanév táblákat az új neveknek kicserélik. Ezt most kiviteleztük, ki is vannak téve az új utcanévtáblák. Azon kívül tettünk ki a református temetőhöz 2 irányítótáblát, egyet a Hajdú János irodája melletti lebekötő úthoz, és egyet pedig a temető felső bejáratához, ami jelzi, hogy temető és alatta oda van írva, hogy református temető, illetve tettünk egyet a katolikus temetőhöz is, mert ugye egy bejárat van, egy 2 irányú táblát, ami mutatja, hogy a katolikus temető hol talált a Nagydorogon. Ez is probléma volt eddig a vidékiek, hogyha jöttek temetésre, nem tudták eltalálni, hogy melyik temetőbe hova menjenek, csak annyit tudtak, hogy temetés van nagy dolog, meg éppen nem tudták, hogy hova menjenek. Most ezt így kitábláztuk, és ebben gondolom megoldódnak ezek az anomáliák, amik eddig előfordultak. A református temetőhöz kapcsolódik a községi ravatalozó is, melynek állaga az elmúlt években a beázások miatt folyamatosan romló tendenciát mutat. Ennek az állapotnak a javítására az önkormányzat elhatározta, hogy pályázatot nyújt be a ravatalozó felújítására. Viszont a pályázati anyag összeállítása során kiderült, hogy bár az épület az önkormányzaté, de a terület, melyre építették, mások tulajdonában van. Terve vettük, hogy a ravatalozó épületére a lapos tető helyett csinálunk egy nyeregtetőt, illetve az előtte lévő lebetonozott részt is lefedjük. A pályázatra kívántuk ezt beadni, jövőnként az energiája fejlesztési pályázatba, de sajnos a terv el is készült, de sajnos olyan probléma akadt, hogy mikor adtuk volna be az anyagot, kiderült, hogy a tulajdonlapot lenyomtattuk, hogy papíron nem az önkormányzat tulajdonában van az alapterület, maga az épület igen, csak az alapterület nem. Most már levélbe felkerestem a tulajdonosokat, akik egy osztatlan közös területben van ez a helyrezi szám, hogy keressenek, megpróbálnak valami megegyezésre jutni, hogy vagy felajánlással, vagy az önkormányzat megvásárolja az alatta lévő területet, és egy-egy következő pályázatban lehet, akkor be fogjuk nyújtani. Tervek készen vannak, lesz lehetőség, akkor újra benyújtjuk ezt a pályázatot. Ellenben most azt helyett született egy olyan döntés, hogy Nagydorogon egy kamerarendszert fogunk kiépíteni, egy térfigyelő rendszert, ami a Nagydorog bekötő útjait, fontosabb központi helyeit fogja felvenni 0-24-be, ami éjjel is látni fog, és rendes, értékelhető felvételeket fog készíteni. Úgy érezzük, hogy ebben a falu közbiztonsága javulni fog, és a lakosok biztonságérzete is nőni fog a településen. Na most ezt jövő héten 15-ig kell beadnunk, úgy néz ki, hogy ez sikerül összeállítani a tervet, a pályázati anyagot,
melyben Micki Marci nagy segítségünkre van, ő fogja összeállítani, és ezt be tudjuk adni 15-éig. Bízunk a nyerési lehetőségekbe is, hiszen a környező településeken már majdnem mindenhol van kamerarendszer, de nagy dologon ez még nem valósult meg.